Sziasztok, én Lucky vagyok, és érkeztünk egy újabb videóhoz. Egy olyan videót fogok csinálni, amit még soha nem. Karácsonyra fogok készíteni egy kis dekorációt, méghozzá műanyag poharakból fogok csinálni egy hóembert, meg hát kell hozzá egy-két ilyen karton vagy dekorpapír. Nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan könnyű lesz, sőt, én legutoljára, amikor ilyesmit csináltam, akkor másodikas lehettem technika órán, szóval annyira nem vagyok én ezekben benne, és például ragasztó pisztolyt én soha az életemben nem használtam, szóval hát lehet, hogy ez egy írtó nagy fail lesz. De megpróbáljuk, srácok, oké? Okay? Továbbá fontosnak tartom azt elmondani, hogy ezt a videót a Pepsi támogatta. Köszönöm szépen nekik, és most kezdjük. Én kicsit félek, hogy mi lesz ebből. Szóval úgy érzem, hogy hogy a hóemberünknek a hasával fogom kezdeni. Ahhoz azt mondták, hogy egy ilyen kb. 3 decis poharak kellenek, és egy sorba most egy olyan 22-25 poharat kell majd leraknunk. Szóval ezt most megpróbáljuk megcsinálni. Az a baj, hogy itt ezen az asztalon nem fogok elférni. Szóval nem tudom, le kell ülnöm a földre. Szóval az a nagy harci helyzet, hogy akkor csapatjuk, mint varállat. Az a lényege, hogy kifelé kell állnia, így. Szépen körbe fog érni ez a dolog, remélhetőleg. Jó, szóval én 24 pohárral értem körbe, kérem szépen. És most igazából az lesz a következő lépés, hogy egy ilyen tűzőgéppel össze fogjuk tüzögetni őket, hogy egybe legyen. Remélem összejön. Mondjuk, elkezdjük itt szépen. És ez így egybe van. Hey, zsír! Szépen összenyomogatjuk. Hát ez... Jaj, ez nem sikerült, várj, hát ez ilyen defektes lesz. Jó, ez már jó. Na nézd, ez már... Ezek így már egybe vannak, hát milyen jó már, hát ez... Ez eddig még nem hibáztam, azért én büszke vagyok magamra. Alapból ilyen karácsonyi dekorációkat és soha nem készítettem, tehát én voltam az a fajta, aki úgy azért én szeretem a karácsonyi fényeket meg minden, de az, hogy magamnak felrakni vagy valami, soha, de tényleg soha nem csináltam, és hát most igazából csak egy ilyen karácsonyi diszt, nem biztos, hogy jól fog elsülni, lehet, hogy tényleg mondom, lehet, hogy hatalmas fail lesz a végén, de azért szurkoljatok, léci, mert azért anyu szerintem nagyon örülne ennek, hogyha én ezt meg tudnám neki csinálni így meglepetésnek. Elvileg egybe van az egész. Én ezt most így fel is tudom emelni, meg minden. Uhú! Megvan a hóemberünknek a hasának egy sora. Igen, itt még sok meló lesz, az a nagy harci helyzet. Oké, szóval a következő lépés az, kérem szépen, annyi, hogy ezeket így felrakjuk ide így szépen, és ebből csinálunk egy pár sort, nagyjából 4-5-öt, nem tudom, majd meglátjuk. Csapassuk. Cák. És... Cák. Elvileg ez így fog működni, és rakom ide mellé a másikat, és azt mondom neki, hogy cák és... Cák és... Cák. És akkor ez így király lesz. Szerintem, én most megmondom nektek az őszintét, oké, még sehol nem tartunk, de én azt hittem, hogy ez nekem nehezebben fog menni, és hogy nem fog annyira kialakulni ez az alap. De az alap az kezd összejönni, az már nem rossz. Oh, what fun is it to ride in a one-horse open sleigh? Hey! Jingle bells, jingle... Engem nem kell félteni, én bulizok, srácok, én bulizok! Jó, mondjuk azt is elmondom, hogy nem ettől a részétől féltem leginkább, hanem attól mondjuk, amikor majd ilyen papírról kell dolgozni, és ki kell vágni. Kifogyott a kapocs, gyerekek, de nem probléma, Lucky Papa erre is felkészült természetesen. Csak tudná, hogy hogy a francba kell ezt kinyitni, aha. Ezt fel kell húzni, ugye? Így. Jaj, ide bele kell lesz raknom talán, és vagy nem, így. Most eldől, hogy jól ki tudtam-e cserélni a kapcsot. Mint az állat? Jobb, mint az újkorában, gyerekek. Mit akartok? Hát én nekem egy ilyen DIY videósnak kellett volna mennem. Én ez amúgy viccel kívül, ezt most nagyon élvezem. És az utolsó pohár is belekerül a helyére. Így szépen oda nyomjuk. Így, és... Így, kész. Két sor, kész van. Yes! És amúgy esetleg, srácok, hogyha ti is éreztek egy kis motivációt arra, hogy mondjuk meglepjétek mondjuk a családtagjaitokat, vagy akárkit,
azzal, hogy valamilyen karácsonyi kis ilyen általában készített díszt csináltad, én bátorítanék mindenkit arra, hogy próbálja meg. Igaz, hogy én még sehol sem tartok, és lehet, hogy a végén, amikor nem fog sikerülni, azt mondom, hogy inkább ne. Jó, és elértünk egy ilyen szintre, hogy tulajdonképpen már megvan 5 sorunk. Szerintem most fog az a rész jönni, hogy én ezt megfordítom, mert ez lesz a... Ide jön majd a feje? Vagy hogy van? Pillanat, Sági Brigittának meg kell néznem a tutoriál videóját, hogy ez végig is hogy csinálta. Linkelem a leírásba, ami alapján csináltam én. Jó, megvan. Ez úgy fog kinézni, kérem szépen, hogy nekem ezt most meg kéne fordítani. Hát... Jézusom, nagyon remélem, hogy nem fog szétesni az egész. Könyörgöm, ne essél szét, léci, ne essél szét, léci, ne essél szét. Oké, okay. Jó, oké, okay. Bum. Elvileg ennek is stabilan kéne állnia, mert ez lesz az alja, tehát így fog kinézni majd a hóember, és szerintem viszonylag stabilan áll, szóval nem vészes. És innen pedig ki fogom alakítani a gömböt, szóval innentől így befejezem eddig. Szépen okosan. Hát remélem lesz elég poharam. Szóval srácok, ugyanazt, amit eddig csináltunk, csináljuk. Igazából csak a másik felén, és itt tényleg szinte már addig fogjuk megcsinálni, hogy gömb alakja legyen. Már olyan profin csinálom, gyerekek, így nézzétek, cák, no look, boom, oda se kell néznem, úgy megcsinálom, aztán véletlen összekapcsoznám az ujjaimat, hát az fantasztikus lenne, legalább meg lenne a clickbait videó címe. És ennyi az összes maradék poharam. Hát én nem tudom, srácok, én most nagyon nem tudom. Na hát srácok, az a nagy harci helyzet, hogy maradt ennyi poharam a 3 decisből, szóval ebből már nem jön ki még egy sor. Most azon gondolkodom, hogy attól függetlenül rátegyem őket így elosztva, vagy ne. De nézzétek meg, teljesen jól néz ki, szerintem tök jó lett ez a kis körforma. Még egy sor kellett volna a tetejére, és akkor lett volna tökéletes. Találtam itthon ilyen műanyag poharakat, de ezek valamivel azért nagyobbak, mint amiket eddig használtam. És nem tudom, hogyha mondjuk így felváltva raknék be így a tetejére ilyeneket azért, hogy kijöjjön még egy kör. Szerintetek nagyon gáz lenne? Szerintem inkább az lenne gáz, hogyha nem lenne nyaka a hóembernek, mert ha ide berakom a kis fejét, akkor kb. Ekkora lesz csak a feje. Szóval szerintem használni fogok ilyen poharakat, ezek a nem tudom, ilyen fél literesek lehetnek nagyjából a 3 decisek helyett. És szerintem az úgy jó lesz, szerintem tök jó lesz, szóval csináljuk, jó lesz, meg lesz, jó van, nem, nincs itt gond, megoldunk mindent. Jó, hát igazából csináltam egy sort felváltva kisebbekből, nagyobbakból. Szerintem ez így már jó lesz, én így talán elviselem. Jó, mindegy, ez most így, én azt mondom, hogy nagyjából kész. Csináljunk meg a fejét, srácok. Jó. Az eljáráshoz teljesen hasonlítani fog az előzőre. Gyakorlatilag ilyen poharakból elkezdik szépen összerakosgatni. Jó, és ahogy látjátok, két sorunk már meg is van, és gőzerővel csapatjuk tovább. Viszont annyit elmondanék, hogy ehhez mindenképpen türelem és kitartás kell, bár én tökre el vagyok, szóval én viccen kívül ezt most nagyon élvezem. Igazából ez a része úgy nagyjából kész van szerintem. Itt egy kicsit lefelé lejt ez a téma, mert kicsit úgy meghúztam, remélem ezt ki tudom majd javítani, mert ha nem, hát akkor nézzük meg, hogy hogyha így ráteszem a gömbre, az úgy jól néz-e ki. Szóval itt van a nagy hasa, és ezt majd itt kell ráoktojálni. Hát gyerekek... Hát... Szerintem ezt nagyon eltaláltam. Ez ugye itt ekkora lesz, vissza vagy teljes alakba. De ez így pont jó. Van nyaka is, meg... Gyerekek, hát... Profi vagyok. Óvatos, honnész, itt ne jöjjön. Igazából úgy sem kell olyan szabályosnak lennie, mert az igazi hóember sem szabályos gömb alakú, meg van benne egy kis sár, vagy egy kis kutya. És az utolsó kapcsok is a helyükre érnek, és bum, kész van ez a gömbünk is. Rakjuk össze, hogy hogy néz ki együtt. Na hát srácok, én megmondom nektek őszintén, én nagyon meg vagyok magammal elégedve, de ez nem néz ki olyan rosszul, nem? Ez teljesen elfogadható. Na szóval nekem itt van egy fekete dekorpapír, és ebből kéne, vagy hát ugye pontosabban kettő van. Az egyikből kéne kivágni neki szemeket, illetve gombokat, a másikból pedig kalapot kéne valahogyan formálni.
nem tudom, valami ilyesmi téma lesz. Itt van ez a pohár, és szerintem ez a méret pont jó lenne a gomboknak, szóval akkor szépen én itt körbe is rajzolom. Fú, ettől a részétől félek a legjobban, mert annyira nem tudok ollóval válni szépen, hogy az hihetetlen. Hogy mondjam, egy kicsit érdekes köralakulat. Mondom, hogy ez a része nekem a legnehezebb, de igazából akkor ebből kéne még kettő. Nincs a legszebb formája úgy ever, de kit érdekel? Én csináltam, az jó van. A szemeknek mondjuk meg a kis poharat fogom sablonként alkalmazni, szóval itt szépen megvannak a szemek is, tadá! És ha erre majd szépen rájön a kalap, valahogyan így. Ja, és itt még lesz egy piros csík. Oké, jó lesz ez. Jó lesz ez. Ja, de várjál, kéne neki még száj, az is fekete pontok lesznek, illetve a kalapnak meg kéne teteje. Oh shit, és a kalapnak piros lesz a teteje, az gáz. Magasságából fogunk leemelni egy kicsit, szóval nem ilyen magas lesz, hanem mondjuk ilyen magas. És akkor ebből a sávból meg ki tudok válni a szájának kisköröket. Ami nekem most kéne, az, hogy ebből leválni egy egyenes vonalat, amiből kivágok majd kicsi köröket, ami a szája lesz. Hát, láttam már ennél egyenesebb vonalat is. Hoztam egy 10 forintost, és szerintem az lesz itt a sablonom. Azzal fogom tudni szépen kivágni. Oké, szóval ezzel is végeztünk. Gombok, szemek, száj. Megvan. Levágok először is ebből egy egyenes csíkot, így shots per kb vastagságút. Erre így jönne rá, és erre még a piros csíkot ráragasztanánk, ugye ragasztó pisztollyal. Tehát gyakorlatilag így nézne ez a része ki, és ugye alá jönne ez, és akkor így nézze ki nagyjából. Szóval életemben először használok ragasztó pisztolyt. Aha, itt jönnek ilyen izék, jaj, meg folyik belőle már most a ragasztó. Jó, akkor gyere, jó. Gyorsan próbáljuk meg összenyomni. Hú, de ez így nagyon izé, hát ez milyen? Hát ez mindig ilyen. Most akkor ezt kéne gyorsan ráragasztani. Jó, hát ez így sikerült. Ettől a részétől féltem, és már látom, hogy jogosan féltem ettől a részétől, mert ebben nem vagyok jó. De hát igazából ez nem olyan rossz, és akkor az alját kéne még ide ragasztózni. Valamelyik részére, illetve a tetejének kivágni hát egy tetőt. A mondó vagyok, hogy próbáljunk meg pirossal, mert ugye pirosból már nem igen kell több. Ez sem pont kör alakú, de szerintem legyen piros, nem srácok? Szerintem jól néz ki ez pirossal. Aha, legyen piros. Jó. Oké, akkor most jön az a rész, hogy magát ezt ráragasztjuk erre a fekete alapra. Szerintem ez kész, aminek én nagyon örülök, mert ez egy nehéz része volt. Nem néz ki szépen, tehát amint látjátok, nagyon nem néz ki szépen, de aki közelről nézi, az egy szemétláda. Ezt messziről kell nézni ezt a hóembert, jól áll neki a távolság. A répa óránt meg valahogyan így kéne megcsinálni szerintem. Az a baj, hogy ez nem olyan egyszerű ám. Jó, hát valami ilyesmi lesz szerintem. Srácok, már tényleg a cél egyenesben vagyunk tulajdonképpen. Annyi, hogy itt fehér papírból most kivágok szemgolyót neki, hogy a fekete dekorpapíron jól nézzen ki. És a szeme az akkor ilyen lesz. Jó. És ezt most nem forrazgatom, hanem én két oldalú ragasztóval szépen rá tudom tenni. Oké, szóval itt szépen a fejét beragasztozzuk ott, ahova menni fog a kalap. Valahogy nagyjából így, ha minden igaz. Oké, hát nagyjából rajta van, nem egy életbiztosítás, de jó lesz. Oké, szépen összeragasztózom a gombokat is, hogy fel tudjam szépen helyezni. Oké, ezt is szépen gyorsan, hogy minden meglegyen. Egy-kettő szét akar jönni, nem baj, gyerünk ragasztópisztoly. Oké, ennek még a szélét be kell ragasztózni, hogy rá tudjam rakni a poharakra, és ez valahova, nem tudom, valahova mondjuk ide. És ha így megnézitek szemből, bakker, nem néz ki ez olyan rosszul, kérem szépen. Az orra elég csúnya lett, meg ezek a papírrészek azért eléggé csúnyák, én megmondom nektek az őszintét. Az orra, hát az szerintem valami írtó ronda lett, de hát ez így sikerült. A száját kéne még valahogyan megoldani. Mert felrakosgatni nem igazán tudom, vagy igen? De itt lehet, hogy pont úgy körbe tudok menni. Hát megpróbáljuk. Jó, srácok! Azt hiszem, hogy nagyjából kész van. Megmutatom nektek szemből.
Sajnos a kamerám mikrofonja a vége felé kezdte megadni magát, szóval alá fogom szinkronizálni. Nagyjából ezt mondhattam, hogy 2,5 óra alatt sikerült nekem összehozni ezt az építményt, és ha közelről megnézzük, azért a ragasztónyomok látszódnak, de azért büszke vagyok magamra, mert még soha nem csináltam még ehhez hasonlót sem. Magamhoz képest szerintem szép lett. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem tetszett nektek ez a videó, ha így van, mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és csináljátok meg ti is, hogyha éreztek magatokban egy kis vállalkozó szellemet, és én pedig köszönöm a Pepsinek, hogy szponzorálta ezt a videót. Kellemes ünnepeket mindenkinek, én Lucky voltam, sziasztok!